És nagyon köszönjük a meghívást, vagy a szervezést is, meg önöknek, hogy eljöttek, és együtt konstatáltuk, mert András civil ügyekben sokat jár vidékre, én pártügyekben, vagy hát Váradi András alapítványügyben, meg Igazmondó alapítványügyben is köreg vége, és rendkívül jó a feladat, hogy örülünk, hogy ennyien eljöttek, és köszönjük szépen az érdeklődést. Én pár szóban, hát hogy mondjam, hálás a téma, tehát hogy a korrupcióról hál' Istennek minden nap lehet beszélni valami aktuális témát, tehát nem kell nagyon hátra nyúlni, és nem kell attól félni, hogy elfelejtünk valamit, mert úgyis jön egy újabb ügy. Tehát igazából, hát, hogy mondjam, elnézést kérek, hogy én ezen már csak röhögni tudok, de tényleg az van, hogy korrupcióról elkezdünk beszélni, és gyakorlatilag nem beszélünk másról, mint Orbán kormányának a politikájáról. Tehát, hogy erre épül. Én azt ezt nyugodtan kimondhatjuk, hogy szemben azzal, amit Orbán állított a 2010-es választásokkor, hogy ő azért tartja fontosnak a kormányváltást, hogy a lopást megakadályozzák, hogy a szocialista kormányok korrupt hát, hatalom gyakorlását felszámolják, ez volt ugye az alapígéret, és én azt gondolom, hogy ezért szavaztak rájuk nagyon sokan. Ehhez képest ennek pont az ellenkezője történt, tehát hogy konkrétan központosították a hatalom gyakorlást teljes egészében, tehát ma már gyakorlatilag egy személyen múlik gyakorlatilag minden politikai döntés az országban, ezt a személyt úgy hívják, hogy Orbán Viktor, és az meg teljes egészében látszik, hogy az addig széttagolt korrupciós szálakat, azokat szintén egyben gyűjtötték, és gyakorlatilag erre építette fel Orbán a politikát, hogy minél több közpénzt vegyen el a közösségtől, ami alatt értem Magyarország népét, mint közösséget, és ezt a sajátjainak, mint egy új arisztokrácia felépítésére szolgáló, hát másfajta közösségek játsszák át. Gyakorlatilag arról szól, hogy azt, amit ma a költségvetés gyanánt, vagy az uniós források gyanánt bejön a magyar adófizetőktől, vagy az unióból pénz, és elhasználhatnánk akár az oktatás, vagy akár az egészségügy rendbetételére, ezeket tulajdonképpen, hát már azt se lehet mondani, hogy régebben ugye Kósa Lajost hívták, Mr. 20%. Igen, tehát ő már nem 20%, mert hát korábban olyan jól, hiszem 10% is volt, csak aztán, hogy az ászló módosul. Épp világos. Ma én azt gondolom, hogy az uniós források kapcsán már ennél magasabb arányról beszélünk, és itt meg kell említenem mondjuk Hatházi Ákost, mert azt hiszem ő a magyar politikában a leginkább az uniós források elköltése után ment. Hát gyakorlatilag azt látjuk, hogy 100%-ban lopják el az uniós forrásokat, amennyire lehet. Tehát, hogy nem egy helyre, hanem az egy fideszes kör, még hogy a másik fideszes körnek is lopni való, de az biztos, hogy projektek egy az egyben tűnnek el, hogy tanulmányok azok értelmezhetetlen módon születnek meg. Pont Hatházi Ákos, amikor voltunk egy hasonló fórumon, ő bemutatta kivetítőn szépen, hogy 200 oldalas tanulmány úgy készült el, hogy hát ott egy részt is olvasott belőle, mert tényleg közgazdasági tárgya volt, hogy mennyire értelmezhetetlen mondatokat írnak le egyáltalán, három oldalban ilyen katyvaszt, de a szép az volt, hogy ezután 200 oldalon úgy telt meg, hogy ezt a három oldalt így szépen copy-paste-re egymás után másolták, nem tudom, 53-szor, és akkor lett egy 200 oldalas tanulmány. Tehát gyakorlatilag ez zajlik ma az országban. Azt is látjuk, hogy Orbán politikája ma gyakorlatilag arról szól, hogy egy új arisztokráciát építsen föl, egy feudális viszonyrendszert alakítson ki, ugye ezzel garantálható az ő hatalmon maradása, tulajdonképpen egy kézzel irányított rendszer által a helyi vazalusok kézben tartják a közmunkástól fölfelé mindenkit, azokat kézben tartják a fideszes középvezetők, és Orbán Viktor személyesen kézben tartja ezeket a hát, gombnyomogató szavazókat a parlamentben, tehát nyilván a helyi Fidesz vezetőket. Most ebből a hatalom gyakorlásból azért sok minden következik. Következik például az, hogy egyre több szegény van Magyarországon, vagy egyszerűen nem jut már vissza elég pénz azoknak, akik szociálisan rászorulnának. Látszik az, hogy konkrét, vagy tehát, hogy komplett, hát nem csak a gazdasági iparágok és a gazdaság egyes szegmensei, hanem konkrét területek maradnak forrás nélkül. Hát ez látszik mostanában ugye az oktatásról, most azért fogok kevesebbet beszélni, csak mert ez annyira a téma, hogy remélem, hogy mindenki tud róla, hogy most már föllázadtak tulajdonképpen a tanárok, diákok, oktatók, pedagógusok egy az egyben. Én bízom benne, hogy mindenki támogatja is őket ebben, hogy azért többről van szó az ő fellázadásuknál, mint a nettó oktatásügyről, hogy nagyon sok helyre megy át. Itt Elrit Oknórát idézném, aki
szintén ezen a tüntetésen Budapesten felszólalt, és talán látták, a Szabad szemmel benn volt benn egyik nap, aki maga mondta, hogy nem elég csak az oktatásra figyelni, mert ha közben éhes a gyerek, akkor ő nem tudja neki elmagyarázni, mi az A betű, meg mi a B betű, mert ő az E betűnél tart, mint éhes. Egyébként a családban egyszer nincsen íróasztal, nincsen szék, ahol le tudna ülni tanulni, akkor hiába beszélő az oktatásról, mert nincsenek meg a körülmények, azért sokkal komplexebb világlátás lenne szükség ahhoz, hogy egyébként egy normális ország felépüljön. És akkor ezen én most nem is mennék tovább, mert nem politizálni jöttem abban az értelemben, hogy most nem meg akarjuk oldani a világbaját, hanem kifejezetten az antikorrupciós tevékenységről beszélnénk, és akkor én inkább ebbe az irányba vinném most a beszélgetést, de abban maradtunk itt, hogy csak pár felvezető szót mondanánk, mert én is, meg a többiek is 10-10 percben próbálom beszélni. Sokkal jobban örülünk, hogyha utána ki tudjuk nyitni azt, hogy mi az, ami önöket érdekli, és akkor egy ilyen interaktív beszélgetésre menjen át, mert igazából nekünk az a legnagyobb élmény, azt hiszem, hogyha azokra a kérdésekre tudunk válaszolni véletlenül, ami önöket érdekli, és akkor az egyik kölcsönösen jó viszonyt eredményezhet, hogy mondjam, értjük egymást. Én akkor kezdem onnan, hogy tehát ahogy az előbb mondtam, igazából én ma azt gondolom, hogy a jelenlegi politikai helyzetnek a legnagyobb problémája, az, vagy a leglátványosabb és a legnagyobb problémája a korrupció maga. Tehát, hogy ahogy Orbán kebelezi be gyakorlatilag az országot, ezzel szűnnek meg ezek a különböző egyébként számukra hasznos tevékenységek, úgy mint mondjuk független igazságszolgáltatás, vagy a nem tudom, gazdaság talpra állítása, vagy ahogy mondtam, az egészségügyi oktatás helyzetének rendbetétele. Ezeknek a felszámolása alapvetően nem politikai feladat kéne, hogy legyen egy politikai pártnak, vagy egy pártvezetőnek. Én azt gondolom, hogy egy normál demokráciában nem az lenne a feladata, hogy a korrupcióval foglalkozik. Ezzel a civil szervezetek szoktak egyébként foglalkozni más normálisan működő országban. A politikusnak alternatívát kéne tudni kínálni arra, hogy egyébként hogy építsen egy jobb országot. Ez a mai helyzetben azért egészen más, amiket az előbb mondtam, mert hogy egyszerűen a politikai hatalom szól a korrupcióról magáról, tehát nem arról van szó, hogy egy-egy politikus korruptá vált, hanem maga a rendszer épül erre, és illetve a politikusnak nem marad már, tehát nem nagyon van tér arra, mert megint példával lehet, hogy jobban érzékelhető. Én ugye önkormányzati képviselő vagyok minden mellett az 5. kerületben, ahol nem tudok egyszerűen átvinni pozitív ügyeket, mert hogy szóba se hozzák, nem veszik föl napirendre, ha véletlenül bekerül, mert mondjuk az ellenzéki képviselőkkel kiharcolunk egy rendkívül testületi ülést, ahol kötelező napirendre lenni, akkor leszavazzák azonnal, vagy ha véletlenül még a napirendre vételem meg is van, és tehát beszélünk róla, akkor se lehet róla, hogy mondjam, pozitívan megnyilvánulni, vagy bármit tenni, mert hogy erre egyszerűen nincsen tér. Ez mind mindenek hatalomgyakorlásnak a következménye, ami ismétlen megint ugyanarról szól, tehát minél kevesebb információ jusson az emberekhez, ezáltal minél több pénzt lehessen fű a közösségtől. Ez az 5. kerületben egyébként úgy zajlik, és majd meghallgatjuk, hogy helyben hogy zajlik. Az 5. kerületben az elmúlt 8 évben nagyjából a teljes ingatlan vagyon egy harmadát eladták, ár alatt nyilvánvalóan haveroknak, és nyilvánvalóan korrupt módon, tehát egyébként nyilván visszafolyt, mert egyébként nem lenne értelmenek az egésznek. Csak hogy itt az ingatlan vagyon az 5. kerületben az egy 150 milliárdos tétel volt. Tehát ugye ez azért az ország közepe abban az értelemben, hogy ugye a főváros és annak a legbelső kerülete, tehát az összes szecessziós épülettől, palotán keresztül, nagy vásárcsarnokig minden ide összpontosult, tehát valami hihetetlen és irgatlan értékű ingatlan halmozódott fel, vagy hát volt az önkormányzat tulajdonában. Ez, ahogy mondtam, az elmúlt 8 évben ebből 50 milliárd ide laktak már. Ebből az 50 milliárdból, ez most tippelek, de hát azért, hogy mondjam, ahogy a jogászok mondják, ez a tényekre alapozott véleményt mondok, amikor azt állítom, hogy az 50 milliárd forint helyett szerintem nagyjából maximum 10-15 milliárd jutott be egyébként az önkormányzat kasszájában, maradék az valahol eltűnt, és itt most nem mernék egy fix állítást megfogalmazni a tekintetben, hogy kinek a zsebébe, de azért sejthetjük nagyjából, hogy azt nézzük, hogy ki hogy él. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy Rogán Antal mondjuk egy félmilliárdot érő ingatlan vagyont halmozott fel csak a Pasa Parkban az alpolgármesterével együtt, itt azért azt kell látni, hogy mind a két ember kizárólag a politikából élt, amióta kilépett a iskolából. Ezek az emberek, akiknek ebben követhető lenne a vagyonosodása, hiszen mindig nyilvános volt a fizetésük, lehet tudni, hogy mennyiből kellett, hogy megéljenek hónapról hónapra, teljesen nyilvánvalóan nem halmozhattak fel fél milliárdnyi ingatlan vagyont egyetlen egy luxus lakóparkban, nem ezt valamilyen, hogy ebbe kell, hogy megyem, mert valahogy ez kellett, hogy keletkezzen. És akkor innen eljutunk ahhoz a részhez, és akkor itt jön be ugye a politikus szerepe abban az értelemben, hogy egy kicsit tévúton járunk. Az én helyzetem azért, hogy
mondjam, számomra kellemes abban az értelemben, hogy tudom végezni a munkát, mert én jogvédő voltam, és volt egyfajta gyakorlatom, hogy az ilyen ügyekhez hogy álljak hozzá. De azt teljesen értem, hogy egyébként egy, nem tudom, 8-10 éve politikával foglalkozó valaki, aki egyébként pozitív előterjesztéseket szeretne tenni, tényleg a közösség érdekében szeretne járni, tényleg azt nézi, hogy egy költségvetésből miket lehet jól kihozni, az nem pontosan érzi ma a helyét, mert hogy nem erre van ráállva, hogy egyébként ügyeket tárjon föl. És ma úgy tűnik, hogy ez a politizálás, ami visz előre, legalábbis a magam bőrén azt érzem, hogy ennek van hatása, még azt látom, hogy a mellettem ülő önkormányzati képviselők, akik egyébként beadják az előterjesztést, hogy a nem tudom, kutyakaki felszedéséhez szükséges zacskók azok legyenek elhelyezve a szemetes láda mellett. Hát ez ma nem megy át, mert hogy egyszerűen olyan szintű lett az egyéb probléma, tehát a mindennapi életünket meghatározó, de nem a mindennapi életünkben előforduló kis ügyekhez tartozó körülmények vagy a közeg, hogy lehetetlen ezt tenni. Hát innentől én azt gondolom, hogy közös felelősség és közös feladat az, hogy mindenhol helyben figyeljünk oda, hogy azokat a pénzeket, amiket ennek a közösségnek kellene tudnia felhasználni a saját érdekében, nyilván a választott vezetői által, ezekkel a pénzekkel mi történik. És ezért fontos az, hogy összes ilyen összejövetel, és ezért fontos sokkal kevésbé az én személyem, hanem a mellettem ülők, akik András nyilván el tudja mondani ennek a technikáját, tehát hogy hogyan lehet nekiállni egy-egy ügy felgöngyölítésének, mit lehet kezdeni vele, hogyha valaki gyanút lát, hogy valami eltűnik. Én azt mondom, hogy ma igazából ez a fontos, amit meg kell tanulni, és nem véletlenül így vagyunk, illetve Péter munkája szintén, mert ugye a helyi ügyek igazából a fontosak. Ugyanis azt mondom valakinek, hogy Paks 2 beruházásnál az én meglátásom szerint, és az én meglátásom abból következik, hogy mielőtt kormányváltás volt, 2200 milliárd forintnyi értékre taksálták a Paks 2 beruházást, majd jött a kormányváltás, és 3300 milliárd lett hirtelen egyik pillanatban a másikra a beruházási érték. Ebből én nekem az az alapsejtésem, hogy 1100 milliárd az, amit fixen le akarnak nyúlni belőle. Csak ki az, aki ezt megérti? Tehát ki az, aki 1100 milliárd forintnyi összeget fel tud fogni egyáltalán, hogy mi az? Mert én nem. Tehát nem az, hogy nem láttunk ennyi pénzt, hanem hogy így azt hiszem, hogy nem is fogunk soha látni ennyi pénzt. Ezért iszonyú fontos, mert az emberekre így lehet megértetni, hogy mi a korrupció igazából, hogy a saját bőrükön érezzék azt, hogy mi az, ami tőlük eltűnik. Mert az 1100 milliárd forintot lebonthatjuk darabra, és akkor elmondhatjuk, hogy mindenki, nem tudom, szegényebb lett pár százezer forinttal. De igazából az én tapasztalatom azt mutatja, és azt hiszem ez az általános tapasztalat is talán, hogy helyben önöket sokkal inkább érdekli az, hogy vasamra ütök egy vízbekötés vagy egy csatorna bekötés kapcsán a nem tudom 14 ezer forintos csatornázási bekötési díjból, hogy lehet az, hogy 6000 forintot elloptak. Mert ez az, amit tényleg ki kell fizetnie készpénzben, az egyébként nyugdíjából vagy az 52% adózás utáni jövedelméből valakinek, ez az, amit igazán a bőrén érez. Tehát ezért szerintem iszonyú fontos a helyi politizálás szintjén, hogy ezeknek az ügyeknek neki menjünk, feltárjuk őket és nyilvánosságra hozzuk. Ebben tudunk egyébként mi segítséget nyújtani politikai szinten, és ebben tudnak a civilek a szakmai szinten segítséget nyújtani, és nyilvánvalóan szükség van az újságírók munkájára is ahhoz, hogy ez a nyilvánosságba menjen. Pont ezért muszáj is megjegyeznem, hogy nem tudom, van-e itt bárki a helyi médiumtól, mert az a jellemző, hogy ilyenkor nem nagyon szoktak valahogy a helyi Fidesz kötődési médiumok megjelenni, de ezt akkor elnézést kérek, hogy feladatotok önöknek, az önök feladatot önök terjesszék az igét, mondják el, hogy itt mi hangzott el. Ha jól tudom, videófelvétel készül, ezt föl fogjuk tenni majd egy mindenki számára elérhető internetes felületre, csak ugye biztos, hogy sokaknak nincsen internetjük, és én arra fogom ösztökélni itt a helyi erőt, hogy ilyen szórólapon szintén szórjuk ennek a mai összejövetelnek a fő tanulságait, mert a korrupció feltárásának egyik legfontosabb eszköze az információ háromoldatás. Ha tudjuk azt, hogy milyen pénz folyt be az önkormányzathoz, mire költötték el, kik feleltek ezért, kik hozták meg a döntést, kivel szerződtek, milyen értéket, mindjárt nem sorolnám, ez mind-mind információ, ugye, abban a pillanatban tetten érhető lesz maga a korrupció, és ezt valaki fogja tudni, hogy de hát nálam nem 6000 forintot kértek el a csatorna bekötésére, hanem 14-et, ugyan már hogy van ez. Tehát hogy ezért nagyon fontos az, hogy itt együttműködés legyen, és én igazából most nem is rizsáznék tovább, már olyan értelme, hogy sokkal jobban örülök, hogy a tényleg kinyitjuk utána a beszélgetést, és azokra a kérdésekre kapnak választ, ami önöket érdekli. Úgyhogy én most átadom a szót Andrásnak, és boldogan beszélek majd még utána, akár meddig pár ügyekről is, ha muszáj, csak ezzel nem látom a civil szíveket. Itt mellettem. Jó, köszönöm. Jó, hogy kívánok. Először azt szeretném tisztázni, hogy mit keresünk mi egy pártrendezvényen, már csak magam miatt is. Mindenhova elmegyünk, ahova antikorrupciós
ügyben hívnak minket, tehát volt az LMP rendezvény, és sajnos kormánypárti megkeresés eddig nem volt, pedig nagyon tudnánk közöttek, hogyha egyszer egy helyi Fidesz most meghívna mondjuk az átlátszót, hogy beszéljen a korrupcióról. Az átlátszónak alapvetően két profilja van, az egyik a klasszikus tényfeltáró újságírás, a másik egyfajta ilyen civil aktivizmus. Ennek a legláthatóbb és szerintem a legfontosabb eszköze vagy felülete, ez a Ki mit tud közadatigénylő portál, amit ugye újék is használnak, tehát hogy ez egy nagyon fontos demokráciafejlesztő eszköz, esetleg ha később valakinek van igény, akkor beszélek róla részletesebben is. Most csak annyit mondanék, hogy ez a felület az arra szolgál, nagyon egyszerűen, és adott esetben az anonimitásunkat megőrizve tudjunk bármilyen közpénzt kezelő, vagy bármilyen közadattal gazdálkodó szervezettől adatot kérni. Tehát ez lehet akár egy a helyi városüzemeltetési Kft. Épp úgy, mint az országos bírói hivatal mondjuk. Tehát szívesen beszélek később erről. De más felületeink is vannak, amit ennek a civil aktivizmusnak a jegyében működtetünk. Ettől teljesen egyértelműen és határozottan elválasztva működik az átlátszónak az oknyomozó profilja. Nyilvánvaló egy igazán akkor lehet csak hiteles egy tényfeltáró újság, vagy egy tényfeltáró felület, hogyha nincs semmilyen elfogultság, nincs semmilyen pártkötődés, vagy bármilyen olyan részrehajlás, amivel ki lehet kezdeni a hitelességét. Tehát ezért mondtam az előbb, hogy mi nagyon szívesen elmegyünk bárhova elmondani mindazt, amit itt is elfogult részben már elmondtam. Az oknyomozással kapcsolatban, mert hát egy ilyen fura ambivalens helyzet alakult ki mostanra. Ugye 10 évvel ezelőtt valószínűleg kicsit jobbak voltak az átláthatósági, illetve mondjuk így a közpénzek kezelésének a tisztasággal kapcsolatos viszonyok. Ma ugye az van, hogy az ember kinyitja reggel a közbeszerzési értesítőt, vagy a magyar közlönyt, és nem kell hozzá se újságírónak, se szakértőnek lenni, hogy azonnal lássa, hogy nyilvánvalóan valamilyen nagyon tisztességtelen dolog történik, rendkívüli kormányzati beruházásra nyilvánítanak valamit, rendelnek rá 2 milliárd forintnyi forrást, miatt azt jelenti, hogy itt lényegében ezt a beruházást, ezt a pénzköltést senki nem fogja tudni megakadályozni. Kinyitja az ember a közbeszerzési értesítőt, és azt látja, hogy zálogházak nyernek tananyagfejlesztési projekteket 700 millió forint értékben, hogy nagy létszámban tanítanak henteseket lean managementre, szintén több 10 millió forintért, és tényleg tulajdonképpen nem is kellene semmi más csinálni, csak a közbeszerzési értesítőt kellene egy kicsit színesebbé tenni így nyelvi szempontból, és szerintem egy tökéletes képet lehetne kapni arról, hogy mi folyik. Tehát az ambivalencia, vagy a mi helyzetünk ellentmondásosság az abból adódik, hogy ugyanakkor meg vannak nehezebben feltárható ügyek, sokszor helyi ügyek, amiket viszont nem lehet szerintem úgy hagyni. Nálunk ezért egy fontos fókusz, hogy úgy mondjam, hogy egyrészt, hogy a civil aktivizmusunk jegyében próbáljuk segíteni azokkal az ügyekkel kapcsolatban, amiket Juhi mondott, tehát amikor helyben van egy kezdeményezés, és ott valamiféle támogatásra van szükség. Másfél pedig, hogy mi magunk is megírjunk, hogy úgy mondjam, mikrosztorikat, tehát akár néhány millió forintos ügyet, ami nyilván nem fog bekerülni az RTL esti híradójában, de helyben esetleg valamit el tud indítani. Amit utoljára mondtál, hogy Paks 3000 milliárd, az most sok vagy kevés, mennyi, ez mindenki számára percipiálhatatlan, de egy
mondjuk ahogy itt elolvastam, ez a van-e hangszigetelés az új közösségi elnök nincs, ez egy kézzelfogható dolog, és ha valami meg fog fordulni szerintem a rezsim sorsa, akkor ezeken a helyi ügyeken, illetve a következményekkel járó helyi ügyeken fog megfordulni, és nem a Paks elleni utcai tüntetéseken. Én nagyjából ennyit akartam mondani, nagyon szívesen, ha bármit gondolnak, kérdeznek, véleményük van az átlátszóról, nagyon szívesen dialogizálunk. Köszönöm a szót. Hát én elég nehéz helyzetben vagyok, mert mindenki papír nélkül beszél folyékonyan, tehát ez azért én viszont hozzászoktam, hogy nem kell elvenni a papírt, hogy én nem tudom. Hozzászoktam ahhoz, hogy ugye 3 perc, maximum 5 perc, és utána igen éles reakció. Tehát nem tudom, hogy mennyire kísérik figyelembe a munkámat az elmúlt időszakban, illetve a testőrti üléseket. Azt tapasztaltam, hogy sokan azt mondják, hogy igen, ezt valahogy így kellene csinálni, vagy tovább kellene csinálni. Hát ugye én civil vagyok, és ugye a Várai András alapítvány és egy civil szervezet, azért szívesen tettem eleget a felkérésüknek. Annál is inkább tettem szívesen eleget a felkérésnek, hogy egy kicsit nyíltabban, nagyobb térbe tudjam elmondani azokat a tapasztalatokat, amit a rövid alig egy éves önkormányzati képviselőségem alatt szereztem. Ugye azért nézem én is a fórumokat, néztem a kritikáimat, és ugye az elején azért jöttek. El is ismerem, mivel 2014. október előtt gyakorlatilag nem is foglalkoztam én sem, illetve a szervezetemben senki nem foglalkozott közügyekkel, ezért ezt azért tanulni kell, ezt az önkormányzatiságot azért. Nem olyan egyszerű, amikor még azt sem tudja az ember, hogy melyik gombot kellene megnyomni, és amikor érve rossz gombot nyom meg, akkor már jön is onnan, hogy hát én még azt sem tudja. Hát így mindenki tudja, csak olyan nem. Hát azért ez egy kicsit kemény, de azért most már nagyjából tudom, hogy hol van az igen, a nem gombot is tudom már, hogy hol van, meg az ügyrendi kérdések gombját is tudom. Következőt szeretném elmondani, tehát amit a Juhász Péter itt elmondott, hogy itt bizony a helyi ügyek azok, amik jelentősek. Nem beszélek most a ügyről, én mindenről, csak arról fogok most itt beszélni, amit már megemlít, sőt, már tettem fel kérdéseket ezekkel az ügyekkel kapcsolatban, és egyszerűen vagy lesöpörték, vagy illetéktelen dobt rá választ, vagy egyszerűen egy általánosságban kaptunk választ, ami egyébként nem volt megfelelő. Nagyon sok kérdést igazából, amiről itt mindenki beszél, bárhova nyúlunk, mindig van egy probléma. Tehát olyan testületi ülés nincs, amire nekem átolvasom az anyagot, és akkor és akkor 3-4-5 óra, 6 óra, azt nézem, már reggel 5 óra van, mindjárt testületi van, és még mindig az anyagot bújom, mert még mindig utalások vannak, hogy ide, oda, amoda, és akkor felfedezem, hogy hát ez még nem is jó. Tehát egy elég hosszú folyamat ez. Annak viszont nagyon örülök, mielőtt elkezdem itt ezeket a számomra nem korrupciós dolgok, ezek, hanem érdekességek. Maradjunk ennyiben, mert korrupciót az bizonyítani kell, és én nem szeretném itt holnap már kapni egy ügyvédi felszólítást arról, hogy itt reménységig meg minden beperelnek. Kaptam ugye egy kritikát az egyik testületi ülésem, amikor is azt mondták, hogy a képviselő, hogy az igazi önkormányzati képviselő a városért dolgozik, és annak az érdekeit képviselő tűzővízen áll. Van egy képviselő, aki bárkinek az érdekeit hajlandó képviselni, bárki ügyelőgé beáll, még a várossal szembe is. No, hát szerintem a képviselő feladata. Hogy a város lakóit képviselő könyörgöm. Hát nem a város volt itt először, ide jött egy ember, családjával letelepedett, épített egy házat, jött egy másik, épített egy házat, szépen kialakították maguknak a várost. Maguknak. És akkor most itt jelen pillanatban van az ugyanis, hogy kisajátította a városvezetés magának a várost, az én érzéseim szerint. Tehát már ilyen nem arról szól, hogy milyen jó, vagy a lakosok számára mit kellene megtenni, hanem én úgy gondolom, hogy itt ad-hoc egy-két ember eldönt dolgokat, bizonyos dolgokat, és akkor hát ugye nem nehéz átvenni ebben a testületen, hát többség van, nincs itt semmi gond. Ez olyannyira látszik, hogy például amikor 29-én följön egy anyag, és ott elfogadja, mert 30-án ott van a közbeszerzés. Kiküldve. Tehát 29-éről 30-ára. Hogy egy közbeszerzés az nem egy nap alatt írja, vagy nem egy éjszaka. Én nem tudom, hogy ez mennyire... Hát erről beszélhetünk, hogy a testület nem is döntött benne, de már kész van az anyag.
Tehát ennyire profi módon megy itt is a dolog. Magyarul, amit a Juhász Péter mondott, gyakorlatilag van az Újváros, ez teljesen levásolta a Újváros felett is a város, vagy az ország vezetését, kézirányítás, és gyakorlatilag minden egy cél érdekében mozog, hogy valamilyen úton, módon, de minél nagyobb pénzeket tudjanak itt megszerezni emberek. Én nem fogok arra kitérni, ami most működik, és Balmazújváros elég rossz fényben van a sajtóban és mindenhol máshol. Mindenki tudja, hogy zajlik egy ügyetőrünk. Én erről nem akarok. Egy mondatot mondok csak. Én, mint a város önkormányzati képviselője, megpróbáltam háromszor a három tárgyalási napra bejutni. Nyílt tárgyalás, jelzem mindenkinek. Egyik napra sem sikerült bejutnom, minden egyes alkalommal kiküldött a bíró. A védelem javaslatára, mivel az volt az indok, hogy engem majd ebben a korrupciós ügyben tanúként szeretnének kihallgatni. 2012, meg se születtem még akkor gyakorlatilag, hogyha úgy nézzük. Tehát én, mint a, úgymond a polgármester munkáltatója, mert azt azért tudja mindenki, hogy a önkormányzati képviselőtestület a polgármester munkáltatója, el akarok menni, és én saját magam objektíve tájékozódni akarok ebben az ügyben, ezt nem teszik számomra lehetővé, bár arról van szó, hogy itt minden tiszta, itt minden világos, lehet fényképezni, lehet nyíltan föltenni a lapokba mindenkinek a képét, mert itt mindenki tiszta. Akkor miért nem engednek be egy képviselőt? Tehát most azért eljutott már odáig a dolog, hogy szóltak, hogy a következőre már bemehetek, mert a védelem nem tudott megfelelő indokokat felhozni arra, hogy miért akarnak engem kihallgatni 2012-es korrupciós ügyben tanúként. Na most azért megkérdezném a védőt, hogy most a vádlott mellett szeretne, hogy tanúskodja, vagy ellene. Tehát gyakorlatilag ez van, itt ilyen szinten mozog ez a dolog. Tehát, hogy még azt sem engedik, hogy a legkisebb szegmensre rálásson bárki. De akkor ez egy antikorrupciós fórum. Van itt jó néhány dolog, tehát az, ami itt van az Újvároson, és ugye ez a helyi ügy, hát itt sok oldal van, nem tudom összeset felolvasni. De például nem furcsa önöknek, hogy minden jelentős pénzügyi intézmény, ami a városhoz tartozik, városgazdálkodás, városegészségügyi szolgálat, Balmaz Intercom, Sport Kft., Balmaz Kamila Kft., egynek sem Balmaz Újvárosi vezetője. Akármilyen módon, kicsit szépen, kicsit csúnyán, már mindenhol, csak nem Balmaz Újvárosi illetőségűek vannak ezeknek az intézményeknek az élén. Ugye bizonyára nagyon sok mindenki ismeri a városgazdálkodási Kft. Ügyét, ahonnan a Kft. Ügyvezető igazgatóját elég csúnya módon egyik napra a másikra tették ki. Ezt sem értjük. És akkor ugye jellemző, hogy ezeknek a Kft.-nek az ügyvezetői posztját egyetlen egy ügyvezető sem pályázaton nyert el, ide mindenki csak kineveztek. Tehát itt nem pályázott senki. Mindenki oda van téve, és ugye jó. Tehát azok az emberek, akiket itt eldöntöttek, hogy ő lesz a jó, ugye az vannak oda téve. Az önkormányzatnak és a cégének a közbeszerzései teljesen átláthatatlan. Gyakorlatilag nem is lehet róluk információt szerezni, ha csak nem valaki állandóan a közbeszerzés értesítőt bújja, és nézi meg, hogy hát Balmazújvárosnak több mint 200 közbeszerzése volt az elmúlt pár évben, hogy ezek hol vannak. Van egy üvegzseb rovata a Balmazújvárosnak a honlapon, bizonyára sok mindenki nézte, már 2012 óta lehet nézegetni, mert ügyes. Tehát 2012 óta nem került bele semmi ebbe az üvegzsebbe, tehát gyakorlatilag felesleges. Aztán összesen kettő darab közbeszerzése van 2015-ben az önkormányzatnak a honlapján feltöltve, a többi semmi, pedig azért történnek itt közbeszerzések, történnek építkezések, minden más a városban. Tehát gyakorlatilag egyszerű városi polgár, aki szeretné nyomon követni, hogy az adója hova megy el, illetve a kormány által biztosított pénzek, a város számára biztosított pénzek hova tűnnek el, gyakorlatilag nem nagyon tud utána nézni, mert nem biztos, hogy rendelkezik internetes hozzáféréssel, tudással, hogy ő ezeket a dolgokat megnézze. Na most, ami ráadásul ugye ezek a közbeszerzési szabályzatokban, amit a múltkor is felemeltem a szavam ellene, ez pedig a Balmaz Kamilla, amit az előbb a Juhász Péter elmondott, azért mondom, hogy Balmaz Ugas talán tisztán másolja az ország vezetését, hogy ez nem is igaz, hogy hogyan tüntetjük el gyakorlatilag a pénzeket a választók elő. Nagyon egyszerű. Kinevezünk a Balmaz Kamilla Kft. Élére egy nem Balmaz Újvárosi illetőt,
akinek 100 millió forintig szabad kezet adunk a közbeszerzések intézésébe. Ezt úgy kell érteni, hogy ő írja meg március 15-ig a közbeszerzési tervet, az éves, és március 30-ig ő hagyja jóvá. Ő jelöli ki a közbeszerzést bíráló tagjait, és ő intéz az egész közbeszerzést. 100 millió forintig. Tehát így tűnik el a pénzt. Ez 100 millió forint. És ez egy közbeszerzés, tehát gyakorlatilag nagyon egyszerű a Balmazújvárosnak, hogy is nem lehet erre már látni? Nem tudom, hogy ezt nem tudták-e. És az, hogy most fölemeltem a szavam, közölték velem, hogy ez egy olyan vezetés, ez egy olyan társaság, ami úgy viszi előre ezt a fürdőt, ezt a Balmaz Kamilla Kft-t, mint a szél, igaz, hogy most is 70 millió forintot kérnek jövő évre, 60 pár millió forintot, és akkor megkérdeztem, hogy hogy van ez, akkor még rajtam kérte számon a Kft. Ügyvezetője, hogy mi az, hogy én rajta számon kérem. Igaz, hogy én vagyok a munkáltatója, mint önkormányzati képviselő, tehát nem én engem értsenek, hanem mint önkormányzati képviselő. Tehát itt kérdezni sem szabad. Még egy cég ügyvezetőjétől sem, akinek beszámolói kötelezettsége van. Beszámolói kötelezettsége. Az utolsó filléről lehet el tudni számon. Egy furcsaság. Megint ugye a Balmaz Kamilla Kft. Ügyvezetője. Ugye nagyon érdekes ez a közbeszerzés. A legutóbb szintén feltártam egy ügyet, rövid csend után egy illetéktelen válasz érkezett. Megkérdeztem, hogy hogy történhetett az, hogy a Balmazújváros Városegészségügyi Szolgálat kiírt egy közbeszerzést, és azt megnyerte a Balmaz Kamilla Kft. Ügyvezető igazgatójának a magáncége. A magáncég. Kiderítettük, hogy ez az egy személy magáncége az ügyvezető igazgató úrnak. Erre nagyon gyorsan kapta egy illetéktelen választ, mert ugye erre a kérdésre válaszolni a polgármester szokott, nem a jelenlevő országgyűlési képviselő. Annak ugye semmi köze ehhez. Igen, sajnos az a probléma, hogy amikor én felvetettem azt a kérdést, hogy ugye van egy szervezet és működési szabályzata az önkormányzat képviselő testületének, amiben le van írva, hogy a önkormányzati testületi ülésre meghívottak hozzászó, tehát ilyen nyugodt. Tanácskozási joggal meghívottak, egyszer-kettő percben szólhatnának hozzá, közölték velem, hogy ez nem így van, mert aki írta ezt a SMS-t, az lényegesen jobban kell, hogy tudja, tehát egy országgyűlési képviselő bármikor, bármihez, bármilyen időben hozzászólhat. Hát ezt itt is közlöm, hogy nem igaz. Ez kettő perc, egy kérdésben. Tehát az a helyzet, hogy amikor ezt megkérdeztem, hogy hogyan lehetséges ez a kettő dolog, utána írásbeli választ kaptam valóban a polgármester asszonytól, ahogy ő írta, és ő leírta nekem azt, hogy hát a közbeszerzési szabályzata lehetővé teszi a VESZ Kft-nek, hogy ezt így csinálja, és innestől a VESZ Kft. Ügyvezető igazgatója felelős ezért a dologért. Mert hogy azt mondták, hogy ez azért nem agályos, mert a Balmaz Kamilla Kft. Ügyvezetője nem a Balmaz Kamilla Kft. Által kiírt közbeszerzési ügyet nyerte meg, hanem egy másikét. Na most könyörgöm. Itt van a jobb kezem, meg a bal kezem. Itt a Balmaz Kamilla Kft. 100% önkormányzati tulajdon, itt a VESZ Kft. 100% önkormányzati tulajdon. Aláírjuk a jobb kezemmel, vagy a bal kezemmel, mind a kettőim vagyok. Tehát ez, hogy azért nem magályos, mert ő az egyik Kft. Ülök a másiké, hát szerintem ez teljes magályos. Itt van az, amikor kis pénzeket játszunk át, ez az összeg egészen pontosan van 11,5 millió forint nettó. Tehát havi egy misi. Ez sem kevés. És akkor itt rátérnék arra, hogy például, hogy nem látunk bele a Balmasport Kft-nek a dolgaiban? Nagyon egyszerű. A Balmasport Kft-nél 2014-11-19-e óta az önkormányzat tulajdonjogát gyakorolja és képviseli 100%-ban Kiba István országgyűlési képviselő. Ezt a önkormányzat képviselő testülete szavazta meg. Tehát itt az önkormányzatnál egyébként a polgármester asszonynak kellene képviselni, de a 100%-ban egy országgyűlési képviselő képviseli. Mi azt aláírjuk, meg nem is mondjuk kétségbe, hogy ő azért 8 évig előtte egy polgármester volt, de az volt. Tehát
úgy tudom, hogy azért a Fidesz azt ígérte meg, hogy azért veszik ketté a polgármesteri és a országgyűlési képviselői helyeket, hogy egyik nem töltheti be a másikat, mert hogy ne legyen összefonódás, meg minden más egyéb. Hát nem tudom, nem néztem még százalékos arányban, hogy hány testületén nem volt itt az országgyűlési képviselő, de Balmazújváros nagyon jó helyzetben van, mert van egy külön országgyűlési képviselője. Aki csak Balmazújváros képviselő, bár a hatos számú válaszó körzetben nem tudom, nem csak Balmazújváros van, tehát még ezen kívül van jó néhány város, jó néhány ezer ember. Most nem azt akarom mondani, hogy minket ne képviseljen, de azért egy országgyűlési képviselőnek, hát nem tudom, hogy mennyire felemelő feladat egy kis független képviselő napról napra testületi ülésről testületi ülésre beállítani a sorba, megpróbálni, hogy mégis ő legyen az, aki ott a sorban. Látom, mutatják az időt, úgyhogy akkor nem is menem labolom tovább az időt. Még egy dolgot elmondanék, ami nagyon fontos. Tehát itt, ami nekünk most napra kész, az, hogy a Balmazújvároson most jelen pillanatban ez a marketing, ez a város marketing az, ami igazából pénztravol. Ez a 2016-17-es évre 40 millió forint. Ezt három cég nyerte meg, három tök külső cég, egy személyes KFT. Ahelyett, hogy ugye javasoltam, hogy hozzon létre Balmazújváros városa egy marketing irodát, és akkor itt helyi emberek, helyi fizetésért saját maguk csinálnák, ez a 40 millióra jó lenne lehajolni. Tavaly is 40 millió forint volt egyébként, tehát ez körülbelül 80 millió forint. Ezért én úgy gondolom, ezért érdemes lenne lehajolni. Mondok egy példát, Balmazújváros hajdúszoboszló. Ugye hajdúszoboszló itt nem nagyon szeretik emlegetni, tudjuk, hogy miért. Nagyon megy a szekér hajdúszoboszlónál, 21,5 millió forintért 7 ember dolgozik ott. Országos, meg nemzetközi díjakat nyernek a városmarketinggel. Hajdúszoboszlón 1,36 millió vendégészaka volt 2010-ben, Balmazújvároson 27 vagy 28. Tehát az, hogy mikor azt mondják, hogy nem lehet mérni a marketingnek hogy milyen hatásfoka van, hát az azért ez ennyire nem annyira igaz. Tehát azért csak valamennyire lehetne. Annál is inkább egy egyetlen beszámolót, egyetlen számlát vagy elszámolást nem láttam ezektől a KFT-től, hogy mégis milyen munkát végeztek. Hogy mondjuk a 18 millióért, meg a 21 millió forintért, konkrétan mit végeztek, tételesen, mennyi volt ennek, ilyen költség, olyan költség, amely költség. Lehet, hogy van, de én nem láttam. Úgyhogy akkor én is azt szeretném, hogy köszönöm, hogy meghallgattak, hogyha valamilyen kérdés van helyi, és tudok rá válaszolni, anélkül, hogy személyeskednem kellene, mert azt biztos nem fogok, nagyon szívesen hallgatok meg mindenkit. Bármikor egyébként, tehát én az utcán is, bármikor megállok bárkire beszélni, a piacon is, és bárhol. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen. Annyit kezdjük Péter és András, és mindenket nyegyzeteltek, hogy kinyitatjuk, hogy ezt figyeld. Ja, nem, bármikor kinyitatjuk, de én mondanék pár szót a kinyitás jegyében. Reflektálva a dologban. Én engem a gondolásom, mert, vagy a kezdet Péterrel, mert hogy én azt látom, hogy én, bocsánat, én azt mondom, hogy ezek közül én korrupciós ügynek sejtek egy párat, már csak abból, amit elmondtál. Elhiszem, hogy nem szeretnéd így hívni, de én meg boldogan, hogy mondjam, nevezném nevén, meg rámennék akár, mint hogy mondjam, azt gondolom, hogy a közösség érdekét szolgál, hogy feltárjuk ezeket, mert nekem csak a városmarketing 40 millió óráról beszélünk, azt gondolom, hogy igen, és utána kell menni, hogy ez mire költődik el. Azt tudom, hogy jól értettem, hogy 27 vendégész volt, 27 ezer. 27? 27 darab? 27 per nap az átlag. Tehát 360, 27 a vendégész. Ja, világ. Na, mert ezt például én azt gondolom, hogy biztos, hogyha 40 milliót elköltenek, akkor egyszerűbb lenne vendégeket ide hívni annyi pénzből, és akkor fizetnék, hogy itt vannak, azon már is jobban jártak városmarketingileg, mert meggyőződés, hogy 50 embert is lehet hozni 40 millióból, tehát már napi 50 ember. De most a komolyra fordítva, tehát én inkább az András féle felvetésre reagálnék, és akkor egy picit, hogy az együttnek, és akkor ezért meg elnézést kérjük minden együttestől, meg főleg a pártomtól, és akkor leginkább magamtól, mint aki az együttet képviselem. Szóval én nem a párt érdekel ebben igazából, hanem az a közösség, amelyik Magyarország. Én azért vagyok ebben a pártban, mert azt gondolom, hogy ezzel a párttal tudunk a leginkább tenni azért az ideáért, amit még gondolunk, tehát hogy egy európai demokratikus berendezkedésű ország legyen, amely a piacgazdaság útját járja, és egyébként a döntéshozatal az leginkább le van nyomva az emberek irányába, tehát nem föl nem születnek a döntések, hanem minél közelebb azokhoz, akiket érint. Én ezért vagyok ebben a pártban, de nem pártügynek tekintem az ország ügyeit, hanem
én azt remélem, hogy sok-sok párt lesz, amelyikben különböző hát életfelfogású vagy szemléletű emberek dolgoznak, és ezekből létrejön egy olyan közösség, hogy elfogadjuk, hogy másképp gondolkozunk, és ebből létrejön egy Magyarország. Ez így normális. Nem kell, hogy mindenki konzervatív legyen, vagy mindenki liberális legyen, nem kell, hogy mindenki jobboldali, vagy mindenki baloldali legyen, soha nem lesz így. Az lenne a cél, hogy ezen emberek összessége közösen tudja jól érezni magát egy országban. Mi ezért dolgozunk. De ahogy mondtam az elején, én azt gondolom, hogy ma tényleg az az alapja, hogy a bűnözőket írtsuk ki ebből a struktúrából. Tehát én elnézést kérek érte, és akkor bocsánat, nem helyi emberekről beszélnek, és nem gondolom, hogy személyeskedés lenne Rogán Antalt, Orbán Viktort, Lázár János, vagy bármelyiket ezek közül bűnözőnek nevezni, meggyőződésem, hogy azok. Tehát azok, akik közpénzt elviszik magán célra, Matolcsi György egybanki elnökként képes egyébként mondani, hogy mostantól megszűnt a közpénz jellege valaminek, mert egy alapítványba berakták, hát ez a bűnöző. Tehát ez az a klasszik sikkasztási kategória, vagy hogy jobb ezt úgy hívni, sikkasztás, pont. Tehát hogy lehet még ezt tetézni, lehet mentegetni őket, erre vannak külön létrehozott pártok is egyébként, akik Majdényi László mondott egy kiváló szófordulatot erre a úgynevezett tányérnyalók, tehát akik azért van, hogy egy kicsit úgy pártként megjelenve, gondolok itt leginkább mondjuk a Fodor Gábor vezette liberális párt, ha már így akkor hadd mondjam ki, akikről köztudottan nyilvánvaló, hogy a Fidesz pénzeli őket, semmi más céljuk nincs, mint hogy különböző tényeket, mondjuk azt, hogy Orbán korrupt, tolvaj, és egyébként úgy gazdagodott meg, ami lehetetlen lenne egy miniszterelnöki fizetésből. Ő beleáll és elmondja, hogy nem, azért a Viktor jó gyerek volt, csak most éppen rossz úton járt, nem. Tehát hogy ez nettó arról szól, hogy már maga ez a tevékenység, hogy az ellenzéket is ők állítsák elő, és létre jöjjön egy olyan katyvasz, amiben az emberek nem ismerik ki magukat. Most ezért mondom én azt, hogy nem az együttről akarok most itt feltétlenül beszélni, de azokról a hiteles szereplőkről viszont, vagy azoknak a hiteles szereplőknek van szerintem kiemelt jelentőség van, akik dolgoznak, és nem véletlenül mondtam Hatházi Ákos nevét, vagy mondtam Jávor Benedek nevét, hogy megint egy másik pártot mondjak, akik dolgoznak ilyen ügyeken, és hatékonyan teszik, és az ország érdekében, és azt gondolom, hogy ők is így gondolkoznak, hogy én, hogy az egy dolog, hogy más pártban vagyunk, de pontosan tudjuk azt, hogy közös az, hogy miért ma közösen kell lépnünk. És akkor innentől én inkább arra vinném át, és ezt akartam eredetileg mondani, és bocsánat, hogy elkalandoztam egy kicsit, hogy mi az, amiben tudunk segíteni, mint pártok akár, mert szerintem fontos az, hogy a választásoknál majd lehessen olyan szereplőket választani, akikben jobban bíznak az emberek, akik igazabbat beszélnek, akik korrektebbül és becsületesebben járnak el, de ma még nem itt tartunk, ugye, és akkor innen lépnék vissza kettőt, vagy egyet, hogy miért fontos egy átlátszó, vagy bármely más antikorrupciós szervezet szerepe, és tényleg nem beszéltünk össze, és tényleg nem szoktam segeket nyalni, pláne nem nyilvános fórumon, de hihetetlen fontos az a munka, amit az átlátszó végez, és hihetetlenül fontos az, és itt írtam én föl magamnak, hogy szólaljak meg, a Ki mit tud rendszer, amit az átlátszó létrehozott. Azt nem tudom, hogy ismerik-e, a Ki mit tud rendszer, az gyakorlatilag arról szól, vagy maga ez az alkalmazás, én magam is ezt használom minden alkalommal, és ezért javasolom, próbálják ki, mert a Péter most elmondott itt számos olyan ügyet, amiben meggyőződésem, hogy önöknek kérdés merült fel a fejében, hova tűnik a pénz, hova. A Ki mit tud rendszer az arra alkalmas, hogy ha önök tudják, mi az, amit kérdezni szeretnének, akkor az pontosan keretbe foglalja, ott van a jogi szöveg, amiben csak a kérdésüket kell beilleszteni, és ki tudják választani listából, hogy a Balmaz, nem tudom milyen KFT-nek akarják elküldeni ezt az úgynevezett közérdekű adatigénylést. Tehát magyarul önök is egy bizonyos szinten oknyomozóvá válhatnak, ami szerintem nagyon-nagyon fontos. Mert annálség, hogy az átlátszó nem fogja tudni, hogy mi helyben az önöket foglalkoztató ügy, nem tudja, hogy hol, mennyi pénzt költenek, hova, ezt önök tudják. És akkor innen megint egy példát hadd mondjak, ilyen korábban, hogy magyarul önökön fog múlni leginkább az, hogy itt megoldódjanak a dolgok. Az asztalnál ülők meggyőződés, hogy segítséget tudnak ehhez adni, de megoldani a problémát önök fogják tudni, és ez iszonyú fontos. Én amikor a jogvédőként Észak-Kelet-Magyarország megyéit jártam, és próbáltam érvényesítésre nevelni, szoktatni, tanítani egyébként hát kiszolgáltatott és elnyomott embereket, én mindig azt mondtam nekik kicsit keményen, az első beszélgetésnél akár, hogy én utálok itt lenni, mert 200 kilométerre vagyok a családomtól, a barátaimtól, én otthon szeretek egyébként testpedni, és lusta vagyok, nem szeretek dolgozni sem, én azért jöttem, hogy átadjam azt a tudást, ami nálam van, és szeretném, hogyha ők, jelen esetben önök használnák, és nekem nem kell többet ide jönnöm, mert megoldják önök az ügyet. Én azt hiszem, hogy ezért vagyunk ma itt, meg nem csak ma, hanem ezért dolgozunk mindannyian, hogy önöknek átadjuk azt a tudást, amivel képessé válnak a saját érdekeiknek a képviseletére. Tehát ezt most megint akár kamerában is hajlandó vagyok mondani, soha ne higgyenek politikusnak abban az értelemben, hogy ő majd eljár önök helyett,
nem ez a politikusok dolga. A politikusok dolga az, hogy képviseljék azokat a dolgokat, amik önök fontosnak tartanak. Tehát nem, ne azt nézik, hogy nekem mi a fontos, önöknek mi a fontos, vegyék kézbe a gyeplőt, és önök járjanak el. Ehhez ad az átlátszó kimitott rendszer egy óriási segítséget. Mondom, én magam is ezt használom. Tehát tudom, mi az a kérdés, hogy az ötödik kerületben mégis hogy lehet az, hogy nem tudom, a nálunk is volt ilyen, hogy létrehoztak egy, ugyanaz, mint nálatok a város marketing, létrehoztak egy Váci utca bevásárló negyed non-profit Kft-t, aminek a Kft-nek az volt a feladata, legalábbis papír szerint, hogy a Váci utcát a plázákból visszaszippantson vásárlókat, és külföldiek is fölfuttassa, hogy az egy igazán jó utca legyen. 480 millió forintot raktak be erre a célra, csak úgy az arányok gondolom stimmelnek. Érdekes módon pont jött három választási kampány ez alatt a periódus alatt, amíg másfél év múlva megszüntették ezt a Kft-t. Eltűnt 480 millió forint másfél év alatt. Valahogy a Fidesz kampányok során elég sok marketing tevékenység zajlott egyébként a város, vagy a városrészben, ugye, tehát a belvárosban, és eltűnt ez a cég. Most a kérdés felmerül, akkor én ezt be tudom ott ugye rakni, rögtön van egy segítség, és innentől én azt nem tudom, hogy ti meddig mentek el, bocsánat, most egy kicsit interaktívál ez a beszélgetés, de hogy ügyvédi segítséget utána már nem tudtok adni, ugye, hogyha ki mi tudom, megjött a tudatigény. Ugye úgy néz ki egy adatigény, hogy bocsánat, és nem akarom elvenni András kérdést, hogy beadjuk a kérdést, arra vagy válaszolnak, vagy nem, jellemzően ma nem válaszol a fideszes vezetés, 15 napja lenne egyébként, és 15 nap után van 30 napja az adatigénylőnek, hogy peresítse az eljárást, tehát mondjuk keresetet adjon be, és innentől a bíróság majd kikényszeríti az adott cégből, vagy önkormányzatból a választ. De ha, és akkor itt a kérdésem, hogy ehhez ti biztosítok jogi segítséget, hogyha ha van. De szerintem nem igaz, hogy nem válaszolnak. Válaszolnak. Ja, jó, oké, akkor nektek válaszolnak. Ugye, ne jó, sötétebbre jó, a képet. Jó, akkor ez majd mindjárt kinyitunk egy mitát. Tehát a, tényleg a, tehát az ötödik kerületnek nagy az arca, az kétségtelen, de szerintem egy Balmazi Belsi jegyző, vagy a jegyzőtitkárságon dolgozó referens, az nem fogja ebből pöccinteni az adatigényes úgy, mint az ötökkel a rutinból. Igen, nálam más a tapasztalat. Nálam az ötökkel én konkrétan nem kaptam még gyakorlatilag választ. Van olyan, hogy egyébként érkezik egy papír, ez a rendkívül ritka eset, hogy valamit azért visszaküldenek. Ez leginkább már vagy egy bírósági ítélet, vagy a NAI, tehát a Nemzeti Adat és Információs Hivatal felszólítás után szokott jönni egy papír, amiben nincs a válasz, csak ők azt mondják, hogy válaszoltak, meg küldtek egy papírt, amiben hogy mondjam, tartalmilag nem arra a kérdésre adnak választ, amit én feltettem. Na mindegy, nem is erre akartam kiukodni. Az a lényeg, hogy akár az átlátszó biztosítja ez jogi képviseletet, akár, és akkor itt jön be a mi szerepünk is, mi is tudunk adni ez ügyvédi segítséget, hogyha szükséges. Tehát ne legyen soha akár. Tehát, hogy az adatigénylésnek az a menete nagyjából, amit a Júli elmondott, 30 nap, tehát az adatigénylés benyújtásától számított 45 napig van keresetindítási idő. Ez alatt viszont bárki beadhatja a keresetet, tehát ehhez nem szükséges jogi képviselet. Az elsőfokú eljáráshoz nem szükséges jogi képviselet. A kimitult felületén kapcsolatban lehet lépni velünk, hogyha valakinek van egy adatigénylése, amit ő fontosnak érez, és hajlandó mondjuk annyi energiát szánni rá, hogy az elsőfokú eljárást végigcsinálja. Jellemzően az adatgazda cégkér szerint illetékes járásbíróságon zajlik. Hát nem tudom, mit van az újvárosban, van járás, akkor Debrecen, vagy Hajdú Böszörmény. Na mindegy, szóval, hogy azért nem olyan baromi messze, de hát adott esetben nem ebben a városban, tehát ott zajlik maga az eljárás. Ez általában egy nap, tehát hogyha megalapozott az adatigénylés, akkor az adatgazda az vagy elsőjön a tárgyalásra, hanem már előtte kiadja a kért adatot, vagy eljön, és akkor, hát egy kicsit tapasztaltabb bíró, akkor általában az első napon határozatot is hoz. Ehhez nem kell jogi képviselet, és ha mégis fellebbezne az adatgazda, a másodfokra kell jogi képviselet, ebben az esetben mi segítünk szívesen. Azt nem mondom, hogy tehát azért nekünk is nagyon szűkösek a kapacitásaik, de nem mondom, hogy mondjuk a debreceni táblára lejön egy jogászunk, de megpróbálunk valamiképpen segíteni. Ideig nagyon ritkán jutnak el az ügyek. Tehát, hogy még egyszer mondom, beadják az adatigénylést, fontos az ügy, akkor ott a felületen keresztül kapcsolatba lehet lépni, és ha
eljutunk odáig, akkor a mi jogászaik adott esetben megírják a keresetet, vagy elmondják, hogy melyik a kedvezőbb lépés. Tehát a másik, amit mondott a Péter, ez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Oda elég egy levelet írni, leírni benne a tényállást, ezt az adatot kértem, ezt válaszolta az adatgazda. Ez a Péter Falvi Attila hivatala, meglepően progresszívek ők az adati nyilvánosságok ügyében, tehát az esetek 99%-ában az adati igénylőnek adnak igazat, hoznak egy határozatot, és akkor most egy pillanatra, amit te mondtál, arra kitérek, hogy azt mondod, hogy nincsenek fönn a kötelezően közzételendő dolgok. Tessék kérni egy levelet a NAIH-nak, föl fogja szólítani az önkormányzatot, hogy tegye közzé ezeket az adatokat, és azért abban nem vagyok biztos, hogy megmeri azt lépni az önkormányzat, hogy ezek után nem tesz eleget ennek a felszólításnak, de ebből is szívesen segítünk. Na, itt először maga alá támasztanám, mert nekem tényleg sokkal negatívabb ennél a tapasztalatom az 5. kerületben, de tényleg speciális a hely, ugye jogállamtal a személye miatt is, és valószínűleg az életemélye miatt is, mert hogy nem különösen ki vannak hegyezve, de valóban az, hogy azt még az 5. kerületben sem merték megtenni, hogy egy naiv felszólításnak ne tennének el. A Miskolci önkormányzat megmerte tenni, de... Hogy van ilyen is, de igen. Jó, én még annyit akartam az előbb mondani, hogy és tényleg... Hogy mondjam, tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy használják ezt a rendszert, hogy ha lehet, mert tényleg önökön fog múlni, tényleg csak segíteni tudunk, és az átlátszó az tényleg, és ezért mondtam én is, hogy én egy kicsit hülyén érzem magam, elnézést kérek érte, mert ugye úgy lettem pártpolitikus, hogy azt gondoltam 2014-es választásokra, hogy bajon egy kordonból lehet miniszterelnököt csinálni, és ezért én hajlandó vagyok egy pártba is belépni. Amúgy én civil voltam az elmúlt 10-15 évben, és ezért ilyen furcsa, én mindig együttműködésre mentem, és ennek, ahogy mondjam, tehát fontosabbnak tartom az együttműködést minden pártpolitikai szempontnál, és akkor innen emelném ki az átlátszó, valóban nem, sajnos, ezt mondhatnám is persze, hogy sajnos nem nekünk dolgozik, tehát hogy engem is átvilágított konkrétan a választási kampány, talán utolsó napján, vagy utolsó előtti napján, hogy a én volt cégeimmel mik voltak, és azokat ugyanúgy leírták, tehát hogy a viszonyunk nem annak köszönhető, hogy megvettem őket kilóra, sajnos, vagy nem tudom, hogy sajnos, tehát valóban támogatom is az átlátszót bármikor, de hogy lehet bízni a hitelességükben, tehát hogy én pont úgy fönn vagyok az átlátszón átvilágítva, mint egy bármilyen más politikus, és ezért szerintem ez önöknek is tök fontos garancia lehet, hogy nem egy pártügyét szolgálják, nem egy valakinek a hatalmi ambícióit, hanem egyszerűen a közösség akaratát, vagy az önök kíváncsiságát elégítik ki ezzel, hogy úgy mondom inkább, hogy a saját pénzük után mennek. Én, igen. Jó, akkor köszönjük szépen. Még egy, bocsánat, még egy reflexió arra, amit mondtál, hogy hogyan lehet tudni azt, hogy mire költötték el a pénzt. Hát ugye ez úgy van, hogy van egy megbízási szerződés külső céggel, annak a kifizetése, a szerződésben megjelölt vállalási díj kifizetésének a feltétele a teljesítési igazolás kiállítása. Tehát a megrendelő ír egy teljesítési igazolást, ezeket és ezeket a feladatokat a vállalkozó elvégezte, ezek alapján lehetővé teszem, és akkor jön az utalványozás. Tehát a teljesítési igazolást az ki kell, hogy adják, ha a közpénz van, akkor az közérdekű adat, és abban az van, hogy a 40 millió forintot arra fizettük ki, mint hogy sok helyenként van ilyen, hogy az van odaírva a teljesítési igazolásra, hogy marketing tevékenység. Hát akkor meg botrány kell csinálni. Tehát akkor 40 millió forintot bemondásra fizettünk ki. Próbálja meg valaki így elszámolni bármilyen pénzzel, amit neki adnak, akár csak leküldi a boltba a feleségem, hogy ő leküldi a gyereket, és akkor visszajön, és azt mondja, hogy hát az 5000-es elment, mert itt van 5000 volt kész. Tehát ugye ez nem, ilyen nincs, ezt nem szabad hagyni. Köszönjük szépen, és akkor jól nézem, van még egy fél óránk, és akkor kinyitnánk a beszélgetést, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a témához. Igen? Én azt szeretném kérdezni, hogy Szigetvári úr, elmúlt hónapokra visszamenőleg nézve megtisztálta ezt az integrációs fizikai állózítást. Igen, a vízi közműnek az ilyen, tehát az vízi közműnek állózításával kapcsolatban. Hogy, tehát volt az a Duna, vagy a DLV ZRT-nél valami pénzügyi, ott is eltűnt, aztán a Makói vízműnél például, mert
Ugyanis én ebben az ágazatban dolgozom, és óriási problémák vannak, például itt Helyfeligér és Balmazővároson. Hát az igazság, hogy én nem fogok tudni válaszolni, nem látok rá konkrét ügyeiket, tehát hogy el vagyunk halmozva saját ügyekkel általában, de azt javaslom, hogy majd, ha befejeztük a beszélgetést, akkor összekötöm Szigetvárról egyenesben, hogy biztos vagyok benne, hogy ő is boldogan beszámol erről, más lehet, hogy pont ön tud segíteni neki, hogy tovább lépjen egy-egy ügyben, és akkor sokkal korrektebb információ, mint hogyha én handabandázom egyet, hogy hol tarthat kb. Jellemzően végig szoktam vinni ezeket az ügyeket, tehát nyilván olyan fogok beszámolni, ahol tart. Tehát vagy sikerült megkapni ezeket az adatokat, ha azt igényelte, vagy perestette. Hát az a baj, hogy Magyarország egy bírósági eljárás az, ami iszonyatosan hosszú időt vesz igénybe, tehát figyelő, hogy ezek még folyamatban vannak, de tippelek, összekötöm inkább önöket. Na még egy pár percet akérek, mert Hegedes úrhoz szólnék én, hogy itt a Balmazővárosi Önkormányzat nem tudom, milyen viszonyban van a TRZ-JAT-ra. A polgármester asszony az, aki el van hatalmazott. Jó, én azt megértem, hogy tudom, hogy ő lenne konkrétan az illetékes. Semmiféle információ erről nincs. Néha ugye a képviselőtestület asztalára kerülnek a TRZ-JAT-vel kapcsolatosan, hogy felhatalmazzuk arra, hogy ebben vagy abban az ügyekben döntsön. De mivel ott hangzanak el a megbeszélésen a konkrét döntésre váró kérdések, ezért csak a felhatalmazást adjuk meg a polgármester asszonynak, hogy döntsön ott helyszínen ezekben az ügyekben. Nem tudom, azt akarom még kérdezni, hogy egy önkormányzati szinten mennyire jutnak el a Balmazújvárosi vízműnek a problémái az önkormányzati testülethez. Engedj már meg annyit, egy pár, hogy mondjam neked, problémára felhívnám a figyelmet. A múltkorában a főnökön, hogy is mondjam, hát a polgármester asszonyhoz bement, sajnos ilyen szolgáltatási hiányosságok miatt kért tőle 3 darab szivattyút, egyet már megkaptunk, az elment az egyiki településre, 2 még függőben van. Ugyanis tehát ezzel a problémával azt akarnám, hogy is mondjam, tehát hogyha mondjuk tegyük fel Balmazújvároson, például egy csőhálózat meghibásodás miatt mondjuk egyszerre két helyen lenne probléma, vagy volt már olyan példa is, hogy 3. Akkor sajnos nem tudjuk megoldani, mivel hogy egyetlen egy szivattyunk van. És szóval a másik 2 helyet, hát azt muszáj volt kizárnunk, és addig nem volt vízszolgáltatás a lakosságnak. Aztán a másik probléma például, hogy 15 000 fogyasztóra van egyetlen egy ügyintéző, aki magyarán mondva már szinte idegileg ki van készülve. Mert mivel, hogy elég sok probléma van. Na most itt ezen belül mondanám itt a problémákat, hogy például van olyan lakos, aki egy éve, tehát mióta megtörtént ez az átállás, a Hajdú-Bihar megyei vízmű átvette a TRV, tehát valaki például egy éve nem kapott már vízdíjszámlát. Ma kaptam meg a tavaly májusítót. Hát egy idős hölgyvos, sajnos el is sírta magát, ugyanis kiküldtek neki egy 25 000 forintos vízdíjszámlát, de nem is az a meglepő az egészben, hanem tehát egy fél évről, ami körülbelül olyan a fél évről az körülbelül olyan 26 köbméter, és csak 13 köbmétert használt el. Tehát érthető a probléma. Na most azt hozzátenném, tehát nem ő volt egyedül így, hanem vannak többen itt Újvároson. Tehát eleve én meghiszem, hogy megértem, hogy is mondjam. Tehát, hogy ez az átállás elég nehézkesen legyen. De azért ekkora, tehát a Hajdú-Bihar megyei vízmű, mikor volt, mert csak múlt időben tudom mondani, ilyen problémák nem voltak a lakosság szinten. Tehát mióta ez az átállás, ez az integráció megtörtént, azóta hát óriási problémák vannak. Tehát szolgáltatási területen is, a lakosság fele is, számlázásokkal a kapcsolatban. Köszönjük szépen a kérdést. Felindom minden. Én is alá tudom támasztani, hogy most adtam meg tavaly májustól idáig a vízszámlát. Nem 25 000. És ez olyannyira kérdés volt, hogy engem többen megállítottak, hogy mikor szólok már a testületén, és 23-ára volt tervezve nekem,
hogy a vízzel kapcsolatosan szólni fogok, mert ugyanis kaptam olyan információt, hogy polgármester asszonyt is keresték, aki megmondta, hogy igazából nem nagyon tudni ezzel mit kezdeni, a TRV az önálló ebben az ügyben, tehát ez a számlázása, mindenki az átállásra, mindenki az átállásra hivatkozik, hogy össze kell szedni ezt az integrált szervezetet, de azt hiszem, hogy a TRV mintája az nagyon jól lejön, hogy lejön a klik, lejön a törpé, tehát az összes központosított, összevont rendszer rendkívül nehézkesen működik, nehezen működik benne a kézirányítás, nehezen találják a lépcsőket, ami összeköti az egyes rendszereket, óriási kezelhetetlen szervezetek jönnek létre. Nem tudom, most a TRV-nél hány település van? Nem tudom. 60, valamennyi fettár. Tehát, de innen, de egyébként még van biztos több is. De hát a másik problémáról hallottál, hogy 12 település már meg ki akar válni belőle, csak nem lehet, mert a kormány nem engedi. Jó, én rá fogok erre kérdezni az ügyintézőre, a szivattyúra, a számlázásokra biztos nem tudok. Azt arra is rá fogok tudni kérdezni, a választ nem tudom, de az biztos, hogy amit én észreveszek, és azt nem tudom, hogy most mi okozza itt helyben van az Újvároson, hogy a vezetékrendszer előregedése, vagy bármi, de állandóan kihagytok. Tehát gyakorlatilag van, hogy egy utcában megkezdtek egy csőtörést, és még hármat végighúztok mellé, így van? Igen, már rá van öregedve, tehát ez olyan... De nem csak a hálózat, hanem eleve a kutakat is fel kéne már újítani. Hát igen, azt vállalta maga a TRV, amikor átvette, hogy azért a karbantartásokat elvégzi, én most ezt a szerződést, hogy minden szinten tart, vagy karbantartás, vagy fejlesztés. De hogy akarja felújítani, amikor egy szivattyú nem tud benni? Nem. Ez ígéret meg volt rá, aztán nem tudom. Van-e más? Van itt a közelben olyan település, hogy a kollégám biciklivel járnak el a hibát elhárítani. Hát most azért 21. században azért nevetséges. De van 5 foci pályán. És akkor még ráadásul meg még fenyegetőznek Hajdú Gábor, hiszen azért igazából fenyegetőzik, hogy sokan vagyunk. Szóval a létszámcsökkentést akar csinálni. Köszönjük szépen. Van-e másik kérdés esetleg? Nekem lenne, itt elhangzott az a közérdekű adatok kérésével kapcsolatban. Van is valami ilyen törvény vagy rendelet, ami ilyen közérdekű adatok kérelméről szólna. Nekem már volt szerencsém egy ilyet kérni, jött is rá válasz, tehát úgy mondom, hogy a válasz megérkezett, csak éppen nem abban a lebontásban, vagy nem olyan részleteiben, mint ahogy én azt a levélbe kértem. Egyébként ez nem csak a ki mit tud oldalán kérhető, hanem ez szóval, vagy bármilyen információs módon. Tehát bemegyek, tessék megmondani ezt, így is kérhető törvény szerint, jól mondom. Én azért biztos, hogy biztos nem is e-mail, de nem is szóval, hanem levélbe megtettem. Úgyhogy hogy akkor nyilván ennek nyoma van, és én mondja, hogy maradjon. Nem kaptam meg rá azt a választ, amit én szerettem volna. Így kértem volna a kiadásokat, hogy tételes, részletes költségei. Ez számomra azt jelenti, hogy mint egy gomicsizma, vagy függönykarika, 5 forint, stb. Lebontás. Legalábbis én ezt értettem alatta. Javítson ki valaki, hogy ez nem érthető, hogy tételes, részletes, azt jelenti egy darab szék, 6000 forint, egy darab felítő, 2000 forint. Ennek ellenére megjött ez a költség, így, hogy 2014, és akkor ott volt a szám. Ez volt le is volt írva, hogy a 2014-es részletes tételes költségei. Most ebben az esetben, akkor én jobban élhetek azzal, igaz, már a 30 nap eltelt, de hogyha újra benyújtok egy ilyen közérdekű adat kérelmet, megjön újra ez a körülbelül hasonló, hogy mondjam, hasonló információkat tartalmazó levél, akkor élhetek azzal a fellebezés sorával első fokon. Először is ezt hívják tartalmi megtanulásnak. Tehát amikor formailag kap az ember egy választ, de lényegében nem választ. Tehát akkor nem kaptam választ. Hát ezt volt olyan, mintha nem választ. Úgy kell mondani, ez a tartalmi megtanulás. Igen. Az a probléma, hogy azt mindenki tudja, hogy szigorították az infotörvényt, az egyetemben, hogy nehezítették a közérdekű adatokhoz való hozzáférést. És ez, amit mondasz, ez a nagyon könnyű ráhúzni, az egyik, hogy ez tételes számlaszintű ellenőrzés, ami megtagadási ok. Tehát ha te azt mondod, hogy van egy, nem tudom, szerződés, vagy egy keretmegállapodás, és azzal kapcsolatban szó szerint lenni, így fogalmazol, hogy tételes elszámolás, nem tudom, mi volt pontosan. Tételes részletes költségei.
Tehát erre mondhatja azt, hogy ez egy számlaszintű ellenőrzés, amire a szigorított infotörvény szerint, amennyiben van erre jogosult hatóság vagy szerv, akkor ő kérheti ezeket az adatokat. Tehát valahogy szeretelni kell, tehát nem tudom mi ez, utána megbeszélhetjük, és akkor általában tippem, hogy mert ezzel viszont simán leütik az asztalról, hogy ez egy számlaszintű ellenőrzés. Tehát ugye hozzáteszem, ugye jó, legyen korrupciós, vagy vegyük fel bizonyos dolgoknak a költségét, hogy hova lesz a pénz. Teljesen mindegy, nem akarok levénevezni egy dolgot sem. Ugye a legtöbb ember azt elhiszi, jó, ennyibe került, és akkor az megépült, vagy azt megcsinálták, stb. Le van zárva. Vannak szerintem mondjuk a lakosságnak esetleg az 1%-a, aki hajlandó elolvasni azt a dolgot, mondjuk ami egy önkormányzati jelentésben benne van, hogy címszavakban fel van a sorolva bizonyos költségek, mit tudom én, ruhatisztítás, legyen ruhatisztítás. Ez gondolom mindenhol van, de mégsem mondom, hogy itt vagy ott ruhatisztítás van. És kinéz utána, hogy ruhatisztítás, mit, mennyi ruhát, mit kell kitisztítani, stb. Mert most gondoljunk bele, hogy most nekem kéne egy ruhatisztító számla, lehet bemennék egy ruhatisztítóba, ugye egyszerű szóval mondva megbótolnám a ruhatisztítós vagy agyamány számlát, ezért majd elintézzük. Most ezt mindenki tudja, hogy erre a lehetőség megvan, hogy milyen szinten kell elszámolni, akármilyen beruházással, akármilyen működési költséggel, legyen ez önkormányzati, legyen ez állami, vagy egy közfeladatot ellátó cég. Most elég az, hogy ruhatisztító számla, hogy ott le kell írni, igen, ruhatisztító számla, mert van 5 dolgozónk, minden nap összekoszolja a ruháját, és akkor ez ennyi meg ennyi mosákra tisztítja ki a ruhatisztító. Csak egy példát hoztam, hogy mennyire köteles elszámolni eleve, vagy mennyire köteles esetleg közérdekű arabba ezt lebontani a költségeket, mert azért elég sok pénzt el lehet nyeletni ilyen-olyan számlákkal, ami ott van egy címszóval, a lakosság nagy része, aki még esetleg van és aki ért hozzá, fogalma sincsen, hogy ez mennyibe kerül, vagy mennyibe kellett volna, hogy kerüljön, vagy egyáltalán mekkora tétel, meg mennyiség az, ami az adott folyamathoz kell. Most mondok valamit, például Schauder, mondjuk egy építkezéshez, vagy beton. Kutya meg nem mondja, mennyi kukott el. Még a terv alapján se. Nem úgy valaki így, hogy na most épült, nem tudom, mi, egy akármilyen épület, és akkor valaki leellenőrizze, hogy mennyi anyagmennyiség kopott el, hogy kinek a házába került el, ugye a sajtóban ilyeneket is lehet olvasni, hogy párhuzamosan épülnek magán, meg ugye állami úgymond épületek. Gyakori megoldás, igen. Igen. Minden számla mögött kell, hogy legyen valamilyen szerződés. Hát természetesen kísértékű beszerzésekre nyilván nem, de hogyha valahol leraktak akár csak 5 köbméter sódert, akkor a mögött kell, hogy legyen vagy egy önkormányzati határozat, vagy egy szerződés, de ilyen nincs, hogy van egy számlán 50 ezerről, és akkor az a annyi. A mögött kell, hogy legyen valami másik. De hogyha bocsánat, kiegészíteni akkor azzal, hogy én ennél keményebb vonalat viszek, tehát nekem nincs ilyen, hogy értem az, hogy jogilag úgy van, hogy a tételes számlaszintű elszámolás az a hajt hatóság dolga, akkor egyébként ezzel megtagadhatják, de akkor rá kell kérdezni darabra. Tehát, hogy akkor hány darab ruhát tisztított ki az önkormányzat? És akkor csak ez egy kérdés, azon semmi elszámolást nem kérsz mellé, hanem beadod ezt az egyet, mert ruhatisztítás érdekel. Egy következő kérdés, hogy mennyit költöttek ruhatisztításra? És akkor darabra lebontva, szépen egyesével ki tudod kérni ugyanazokat az adatokat gyakorlatilag, és az egyes számlákat viszont már ki lehet kérni, tehát mutassák be az ahhoz a szerződéshez tartozó, vagy azt a szerződést, az ahhoz tartozó teljesítés, igazolást, az ahhoz tartozó számlát, ezeket így darabra ki tudod. Arról utalazanás, hogy azt nem lehet, hogy mitten az önkormányzat X cégének a teljes elszámolását mutassák meg, és akkor itt abban tényleg belekötetnek, hogy tételes elszámolást kérsz, mert van megfelelő hivatal, amelyiknek dolga elvégezni, de akkor te szépen felszabdalod darabokra a kérdéseidet, nem egy tételes elszámolás ez egészében, hanem konkrétan, ahol te gyanús dolgot feltételezel, azokra kérdezel rá, és hogyha ott még jön egy gyanús, egy újabb közérdekűségnél beadod, mert mész tovább és tovább egyre mélyebben. Én magam is ezt csinálom. Tehát sokszor van az, hogy nem egy darab közérdekű adatigénylésből tudjuk meg az igazságot, hanem akkor menjünk tovább. Hogy egy példát mondjak, ami Nyíregyházán történt, az átlátszó munkájának köszönhető, az együtt helyi politikus vált bele, aztán politikai síkon a sóstói beruházás kapcsán. Ott konkrétan mire az ügyet felderítette az átlátszó munkatársa, 28 darab adatigénylés ment be. Mert hogy ott ilyen, válaszoltak valamit félig, akkor olyanok a másik részére rákérdezett, ment tovább.
idő persze, meg van, hogy jogi munka, de ebben, ahogy hallott az átlátszói segít, mi is boldogan segítünk, még nem csak pártlapon ráadásul, tehát hogy tudok nettó alapítványi civil jogászt, aki boldogan segít, akár a peresítésben, akár a megírásában, akár a bármiben is tanácsokkal ellát, tehát hogy én pont erre szeretik mindenkit ösztökélni, hogy kezdj el csinálni, mert nem egy ördöngőség. Én sem úgy születtem, meg azt hiszem egyikünk sem, hogy közérdekű adatigénylés lógott ki a köldökünkből, hanem hogy egy szépen lassan megtanultuk, nem egy nagy dolog. Tehát egy barátom mondta, hogy az ember már eljutott a Holdra, de az egy viszonylag nagy teljesítmény, ehhez képest beadni egy adatigénylést igazán kis munkát. Tehát, hogy meg lehet ezt csinálni, és tényleg ki lehet szedni azokat az adatokat idővel, amikre kíváncsi az ember. Lesz ellenállás, és nyilván titkolni akarják, majd pláne, hogyha ez egyébként egy valóban gyanús ügy vagy számukra hát visszás. Rá kell menni, meg lehet csinálni, tehát hogy akár számla szintig is, csak nem egyben kell kikérni, hogy ételes elszámos, azt a számlát szeretném látni, ami, és azt viszont kikérheted. Köszönjük szépen. Mert nagyon kevés időnk van, azt csinálnánk, hogy összegyűjtenénk két-három kérdést. Nem tudom, van-e még valakinek kérdése? Hordományi nemzetek magról szeretnék egy más szót. Ja, mondani. Így. Jó, azt nem értem. Aztán megérdezik. Úgy jártunk, hogy elvették a területet tényleg 2014-ben. És a jóságunk terület nélkül van, akkor biztos tudjuk. Én is arról, hogy mi a és mai napig nem tudunk semmit, lényegében már három tárgyaláson túl vagyunk, de mindent elveszítjük. Így lenne nekünk a tervünk, hogy mit tegyünk, hogy valahol is foglalkozzanak velünk. A Szilágyi Lászlóékkal nincsenek kapcsolatban. Nem, Szilágyi László szóba se áll, én már kim van Belgiumban. Tehát már fölösszük. Nem, a Motobágyit. Én meg valóban nem vagyok tisztában az ügyel magával, de nagyon szívesen elkezdek foglalkozni vele, hogyha csak azt mondom, most újjuk itt, de adok majd elérhetőséget. Én nem vagyok tisztában, hogy mi zajlik éppen. Van, az ügyvédünk is, de sajnos minden tárgyalás nekik. Három volt, mindent elveszített. Na jó, azért nem a, vagy én azt sejtem, hogy nem az ügyvéd nem múlik feltétlenül. Persze, nem, de a média az ilyen értelemben lehet segítség, egy politikai hatás lehet segítség, tehát sok minden lehet. Beszéljünk utána adok elérhetőséget, és közben konkrétan, mert már most mondom, hogy biztos, hogy papírok kellenek majd elsőnek. Tehát, hogy mik hangoztak el a tárgyaláson, mik voltak egyáltalán a pegyratok, mert a én is ügyvéddel fogok, nem vagyok éppen az ügyel, de nagyon szívesen segítek az utat. Köszönöm. Politikai értelemben aztán nem tudom, hogy a kollégák tudnak bármi másban. Mondom én, nem, ilyen érdemben nem értünk rá eredményt, de nekünk több anyagunk is volt a Nemzeti Park területek. Voltak nálam is. Igen, ja, hát akkor, ja, tehát hogy ennek lesz eredmény, ezt nem tudom. Hát sok kis hatás van, ami terelgeti a dolgokat valamelyre. Bocsánat, de hogy ő szerepel az átlátszó videóján, az létezik? Mert, igen. Ja, jó, mert így már akkor így megvan. A videót én is láttam, de annyira képbe vagyok az ügyelre. Jó, van-e még kérdése valakinek hozzászólása? Nekem ez volt csak szentesen szeretném feltenni. Jó, hát nem lehet. Mert ez hosszadalmas mindent. Igen, volt még egy kérdés. Meg én nem is ide valós vagyok. De köttem van? Nem. Nem a nyúl mögött. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Én Jánossal együtt dolgozom, az együtt aktivistán és annak nagyon örülök, hogy önök ilyen sok, ilyen nagy számban itt vannak. És szeretném azt mondani, hogy ezt az érdeklődésüket a közösség ügyei iránt ne is veszítsék el. Nagyon örülök, hogy van végre egy képviselőjük, aki más színben van, mint a többiek. Látják, mennyi feladat adódik neki. Támogassák, segítség, bátorítsák. És ahogy Péter is mondta, hogy adják tovább annak a szellemét, és azokat a mondatunkat, amiket itt hallanak, és legalább önök tartsanak össze, és hát próbáljanak valami bázist teremteni arra, hogy itt változhassanak az ügyek, és egy következő választáson egészen másfajta eredmény jöjjön ki. Köszönjük szépen, van még pár percünk, hogy valami esetleg valaki kérdése bármilyen témában. Hát jól fogok magámban még lehet. Ha nincs, magám. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Ja, az persze, akkor négyszer köszönjük, hogy beszélünk. Köszönjük szépen. Én megígérem, hogy főleg, ha még van időm, hogy nyilván akkor ön vagy nálam is, hogy a tegeztetek. Ne, bol. Mi kezdtük a tegeztetek. Te kezdted. Ja, igen. Bocsánat. Ötödik kerületben egy vagy, hogy tételezünk fel egy önkormányzati döntés, mondjuk, aminek megvan az, hogy
milyen előkészületek kellenek, hogy egy ilyen döntésnek, nem hogy a döntés megszülethessen, hanem a döntés úgymond szavazásra kerülhessen. Igen. Hogyha mondjuk nincsenek meg azok esetleg azok a háttérmunkák, aminek meg kellett volna előzni az előterjesztést, akkor az támadható az a döntés, vagy nem támadható? Hát most ez nagyon nehéz általánosságban, de sokkal könnyebb konkrétumokról beszélni, és bevallom, hogy olyan hatástanulmányokat... Igen, mert kellene hatástanulmányok, stb. Ez kérdekül lehet ez a hatástanulmány, gondolom. Ja, persze. Hogy ennek az előterjesztés, hogy két az a hatástanulmány? Hát van egy olyan, azt szokták mondani egy csomó mindenre, hogy döntés előkészítő anyagot nem adnak ki, és akkor itt bármire mondják, egy hatástanulmány, azt mondásokban tudja, hogy lehet-e az, hogy ezt kiadják. De hogy alapvetően ezeket, hogy mondjam, nagy részt ki kell adni, de ezt igazából csak konkrétumok esetében tudnám én eldönteni. És látomány előtt egy döntést, hogy ott volt hatástanulmány, gazdasági társadalom, mit tudom, hogy volt a volna írkában, például busszal mennek a gyerekek iskolába, csak mondok egy példát, akkor le volt írva, hogy nem kell gyalogolni, meg nem fél a anyukájuk otthon, hogy ellopják. De most egy valami ilyesminek minden döntés meg kell előznie, valami. Tehát nem lehet úgy, hogy kitalálok valamit, írok egy fél oldalas előterjesztés róla, aztán úgymond átmegy. Az én tapasztalatom szerint nagyon sokszor nem is a hatástanulmányoknál van a kulcskérdés, hanem hogy általában mielőtt a testület elé kerül valami, bizottságokon kell, hogy átmenjen. És a bizottság döntéseit viszont meg kell, hogy kapja valaki. Tehát az ugyanolyan döntésnek minősülnek, mint bármi más, tehát nem lehet azt mondani, hogy döntés elég készítő anyag, mert valamilyen döntést adott már egy illetékes bizottság, ha gazdasági ügyek, nyilván gazdaság, vagy attól függ. Ilyen bizottsági ülések, meg döntések egyébként nem mindig előzi meg a képviselőtestületi szavazást, mert hogy mondjam, egyszerűen kifejezve viszonylag szűkszavúak, azt hiszem ezzel nem bántottam meg őket, hogy azt, hogy tárgyalták a témát, mondjuk azt, hogy napi rendben volt a bizottságnál is, de azt túlzás, hogy tárgyalták. Jó, azt szerintem konkrétumok ügyén haladjunk, vagy konkrétumokon haladjunk tovább. Erre így nem tudok általánosabban válaszolni, de hogy általában kell, hogy valami bizottság vizsgálja, azt ki kell, hogy adják. Nézzük meg a konkrétumokat. Mondom, de én annak örülök már, bocsánat, ez mindenki felé szól, bocsánat, hogy csak arra beszélünk, hogy bárkinek, bármikor, bármiben segítünk, ami ezzel kapcsolatos. Tehát, hogy ezt azt hiszem mindannyiunk nevében mondhatom, mert biztos, hogy olyan Péter, hogy a helyben itt, ahogy mondta, az utcán megállítottok, azonban segíteni is fogok. Adásra tudom, hogy eleve már a rendszer, amit létrehoztak, egy óriási segítség. Én magam nevében is biztosan mondhatom, hogy a ügyvédtől, médián át, vagy bármilyen mozgósítási értelemben, itt azért ugye vannak az együttnek tagjai, meg vagyunk, ezeket mindben számítatnak ránk, hogyha valamilyen, ami a közösség élete szempontjából fontos ügy. Jó, akkor köszönöm szépen, hogy eljöttek a mai boldunkra, akkor azt be is fejezném, és jól értem, akkor lesz itt még jó pár magánbeszélés, ami vár rá. Jó, boldogan, persze.